Évente 40-50 családot látnak el a Magyar Vöröskereszt Nyíregyházi Anyagyermek Segítő Otthonában. A legtöbben érzelmi erőszak áldozataiként kerülnek be az otthonba, de közülük sokan fizikai bántalmazáson is átestek. A legtöbb anya nem is önmaga, hanem gyermeke védelme miatt vállalja fel azt, hogy elhagyja bántalmazó társát vagy családtagját és segítséget kér. Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete is megemlékezett a napról. Szarkányi Kövi Márta igazgató a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Mióta létezik ez a világnap? A világnap története összetett. 1981-től már nők jogaiért harcoló önkéntesek, aktivisták megemlékeztek a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjáról, és ők kezdeményezték azt, hogy a Dominikai Köztársaságban három aktivistát legyilkoltattak a kormány emberei, és az ő emlékükre, amelyik november 25-én történt, nyilvánította aztán az ENSZ a november 25-ét, 1999-ben a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjává. Magyarországon ez hogyan alakult, és milyen változást hozott az ehhez való hozzáállásban? Pár év múlva törvény született Magyarországon is ebben a témában, és 2004-ben, 2003 évvégén, 2004 évelején született egy olyan döntés, hogy Budapesten kísérletképpen egy krízisközpontot hoznak létre azoknak a nőknek és gyermekeknek a befogadására, akik valamilyen erőszak áldozataivá válnak. Ez a krízisközpont aztán még ennek az évnek a decemberében országos méretűvé változott, és szintén egy olyan döntés született, hogy január 1-től az ország 8 régiójában jöjjenek létre ilyen krízis szolgáltató központok. Szerencsénk volt ebben, mert mi pályáztunk a krízisközpont működtetésére, hiszen 1998-tól működik az anyaotthonunk, és mi a kezdetektől bántalmazott anyákat fogadtunk. Egy kicsit ez a Vöröskereszt profiljába is jobban beleillett, hogy a bántalmazott gyermekekkel, anyákkal foglalkozunk, hiszen ez egy 100 éves múltra tekint már vissza a Vöröskereszt életében, és így a krízisközpontot itt a mi régiónkban, ami az anyaotthonunkban működtetjük, ami azt jelenti, tehát ez 4 férőhelyes, 2 pótágyal pótágyasztható, az anyaotthonban egy külön kis apartman-szerű hozzáépített rész, ahová a nap 24 órájában bármikor lehet jönni, bármikor éjjel is lehet ide kimenekíteni családokat és gyermekeket. Elhangzott itt egy arány, ami meglehetősen alacsonynak tűnik, ez a bizonyos 27%. Mi az, ami visszatartja a nőket attól, hogy segítséget kérjenek, és mi történik egyáltalán akkor, amikor felhívják ezt a bizonyos krízisközpontot? Ugye van egy olyan magyar szokás, sőt közmondás is van, hogy a nők köténye sok mindent eltakar, és ez így is van. Tehát általában a nők akkor fordulnak már segítségért, és ez nagyon jól volt a felvezetőben megfogalmazva, amikor a gyerek már olyan állapotba vagy olyan helyzetbe kerül, amikor rajta segíteni kell, hát ugye ez mégiscsak az anyasággal együtt járó, de a krízisközpontba egyedülálló nők is bekerülhetnek, és egyedül mondjuk terhes nők bekerülhetnek, mert ha hiszi, ha nem bárki, sajnos terhes nőket is bántalmaz, és voltak már nagyon csúnyán összevert krízisközpontban jelentkező terhes nők, akiket éjjel befogadtunk. Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe azok az anyák, akik ebbe az anyaóvóba vagy a krízisközpontban lehetnek 30 napig. A 30 nap alatt ugye a szakemberek foglalkoznak a helyzettel, próbáljuk megoldani, segíteni. Sajnos az esetek nagy részében újra hazamennek a bántalmazóhoz. Azért ez is jellemző, mert a bántalmazás során az önbizalom is eléggé leépül, és ugye nem bíznak abban, hogy egyedül helyt tudnak állni az életben, vagy a gyerekekkel is egyedül helyt tudnak állni. Újabb 30 nappal meghosszabbítható a krízis férőhelyen történő időtöltés, és aztán, ha ez alatt az idő alatt sem történik változás, akkor az anya kérésére, vagy ugye az anyaotthonba már csak gyermekekkel együtt lehet átmenni, akkor az anyaotthonba bekerülhet az, aki a krízis központban volt.
anya otthonban pedig egy évig, majd még egy fél évig meghosszabbítva lakhat. Ez alatt az idő alatt, ugye nekünk pszichológusunk van, tehát pszichológus dolgozik az anya otthonban, védőnő dolgozik, orvos segíti a munkánkat, jogász segíti a munkánkat, és minden olyan szakma, aminek a tanácsadására, az ő élethelyzetének a megoldására szükség van, tehát mindennel tudjuk őt segíteni, a gyerekeket iskolába járatjuk, bölcsődébe, óvodába foglalkoztatjuk, pedagógusok foglalkoztatnak velük, felzárkóztatják őket, mert hát ez is egy fontos feladat. Azon kívül pedig már van egy kiléptetőházunk, Nyíregyháza megyei jogú város segítségnyújtását nagyra értékeljük. Ebben a kiléptetőházban jelenleg két család lakik, tehát ha valaki úgy akarja megoldani a problémáját, hogy teljesen függetlenedni akar, és azt mondja, hogy dolgozik, megpróbálja, neveli a gyerekeit, akkor 5 évig lakhat a kiléptetőházban, és itt úgymond egy ilyen védő, segítő támogatás mellett próbálgathatja azt a helyzetet, hogy hogyan tud önállóan életet kezdeni, és természetesen utánkövetés is van. Mi az, amit igazán sikerként könyvelnek el egy ilyen folyamatban? Mi azt könyveljük el, hogy általában nagyon ritka az, amikor egy évig bent van valaki az anyaotthonba, sikerül kigondozni ezeket a családokat, sikerül az anyáknak hozzátartozóit megkeresni, vagy távollakó rokonait, aki esetleg befogadhatja őt a gyerekekkel együtt, tehát sikerül egy olyan élethelyzetet kialakítani, amiben tovább léphet. Előfordult már, hogy a anyaotthonban lakó anyánk dolgozni járt, és őt közben baleset érte, amiben megsérült, az egészsége is egy kicsit megrokkant, de sikerült a másik, ahol baleset érte, annak a cégnek a biztosítójával egy olyan alkut kötni a jogászunknak, hogy olyan összegű kártérítést kapott, hogy például neki házat tudtunk venni azért a pénzért, amit kapott, és így elkezdhette újra önálló életét. Sikertörténet sok van. Az anyaotthonból ment már gyerek egyetemre, de sajnos tragédiák is történnek, mert el is temettünk már egy daganatos beteg anyát, aki az anyaotthonban tartózkodás idején vesztette el az életét. Tehát az anyaotthon olyan, egy olyan segítségnyújtó hely véleményem szerint, nagyon jó szakemberekkel, és a Vöröskereszttel a háttérbe, tehát egy olyan karitatív szervezettel a háttérbe, amelyik, ha arról van szó, hogy valakinek az albérlete üres, akkor bebutorozzuk neki, mert tudunk adományba gyűjteni mindenféle eszközt, ami egy háztartáshoz szükséges. Tehát én azt gondolom, hogy egy biztonságot, egy megnyugvást biztosít, mert aki azért zaklatottan bekerül ide, mint bántalmazott, a gyermek is és az anya is, azért idő kell ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjon újra építkezni. Tehát a bántalmazás az végtelenül kártékony dolog. Szarkáné Kövi Márta, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és én azt kívánom, hogy ne legyen ilyen kihasználtságú ez az anyaóvó. Hát azt én is szeretném.